Vágvölgyi Évával, a Szent Jeromos Biblia Társulat volt főtitkárával fogok beszélgetni. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. A fatimai szűzanya lesz a témánk most, és a fatimai jelenések, és mielőtt konkrétan rátérünk ezekre, beszéljünk arról, hogy milyen fontos a közvetítő szereplők, vagy a közvetítő szerepe például a szűzanyának is, hiszen rá sokszor tekinthetünk így. Kik közvetítették régen Isten üzenetét, és kik közvetítik ma? Úgy tudjuk, hogy az Ószövetségben proféták voltak azok, akiken keresztül Isten közölte a választott néppel az ő akaratát. Ott volt például Jónás proféta, akit elküldött Ninivébe, hogy térjenek meg. Jól ismert a történet, hogy Jónás először nem akart menni Ninivébe, mert ez egy ellenséges nép volt, és egyáltalán nem akarta, hogy megtérjenek, aztán végül is mégiscsak ott kötött ki, és Ninive megtért. Bőtöltek, és még a kutyákon is szőrruha volt, hogy zsákruhába öltöztették az állatokat, és az Úristen nem is pusztította el. Tehát Jeremiás profétától kezdve mindenki a proféták közül közölte Isten akaratát a választott néppel. Aztán, hát ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen a mai korban más közvetítő az, akin keresztül eljut hozzánk Isten akarata. Hogy vajon miért van ez, hogy nincsenek proféták, viszont egy csodálatos valaki, a szűzanya az, akin keresztül eljut hozzánk Isten üzenete. És hát ugye a fatimai jelenések, amelyekről most konkrétan fogunk beszélgetni, 1917-ben történtek meg Portugáliában, Fatima nevű kismáros közelében. Konkrétan kiknek jelent meg a szűzanya? Három pásztor gyereknek, de én még egy kicsit bevezetném hogy azért a szűzanya jelenéseknek van múltja. Tehát már a IV. Századtól kezdve rajta keresztül üzen Isten az egyháznak, és érdekes módon ezek a Mária jelenések, ahogy előbbre haladunk az időbe, egyre gyakoribbá válnak. Tehát a korai századokban ritkák, és aztán a 20. században már 500 Mária jelenés, nem csak Fatima van. Ennek mi az oka egyébként, hogy egyre többször jelenik meg a szűzanya, vagy egyre többször jön el hozzánk? Arra utal, hogy egyre nagyobb a baj. És próbál figyelmeztetni. 17-ben, március 13-án, május 13-án a szűzanya megjelenik ennek a három pásztor gyereknek, hát a mi számunkra itt különösen is bevésődött ez az 1917-es év, aminek őszén ugye a nagy októberi szocialista forradalommal elkezdődött egy olyan rendszer, ami végül is, hát legalábbis a világnak az egyik felét teljesen eluralta, és hát bizony nagyon meg is rongálta. De áthatotta egyébként egész Európát, tehát a marxizmus-leninizmus Nyugat-Európába is hatott. Úgyhogy ez a fatimai megjelenés, amikor végül is a szűzanya háború végét jelzi, de egyben már jelzi azt is, hogy ha nem térünk meg, ha nem tartunk bűnbánatot, akkor nagy baj lesz. És hát az a három fatimai titok, amelyeket végül is feltárt a szűzanya három kisgyermek számára, és tulajdonképpen ezt hordozza magában. Mondjuk el a nézőknek, hogy ezeknek a jelenéseknek mik voltak a főbb üzenetei. Még előtte még valamit, hogy a jelenés egy olyan kapcsolatot jelent egy másik világgal a látnok számára, amit neki le kell fordítani, és ez a saját személyiségén keresztül történik, tehát olyan képekben, olyan szavakkal fogalmazza ő meg, amit megtapasztalt abból az isteni világból, ami az ő kultúrájából, ami az ő szocializációjából adódik. És ezt látjuk, hogy ezek a pásztor gyerekek
akik hívő, vallásos gyerekek voltak, ezeknek a jövendőléseiben visszacseng a jelenések könyve. Tehát a napba öltözött asszony, akiről a jelenések könyve beszél, aki hát tudjuk, hogy a szűzanyára utalt. Igen, ugye elsőként a pokol látomása volt az, amit feltárta a szűzanya a három gyermeknek. Mit mondanak ők erről? Hogyan írták le tulajdonképpen ezt a tapasztalatot ezek a gyerekek? Első alkalommal, amikor a szűzanya megjelent, még ezt nem mutatta meg nekik. Ez a második jelenés alkalmával történt meg, amikor az első jelenésen azt mondta, hogy imádkozzatok, imádkozzatok. Tartsatok engesztelő áldozatot, és mondjátok a rózsafüzét. Újra meg újra fölhívja ezeknek a gyerekeknek a figyelmét a böjtre és az imára, amit ők hát döbbenetes és megrendítő, hogy ezek a egyszerű kicsi gyerekek ezt komolyan veszik, böjtölnek, kötelet kötnek a derekukra, és úgy sanyargatják magukat, és hát ami még jobban meglep bennünket, hogy és nem a jó emberekért vezekelnek, mert ugye az ember azt mondja, hogy hát ha valaki ott tesz értem velem, akkor azért én imádkozom, hanem a szegény bűnösökért, akiket aztán ebbe a bizonyos második jelenésben már a szűzanya megmutat nekik ebbe a pokolbeli képbe, ami hát nagyon-nagyon megrendítő tapasztalat volt ezeknek a gyerekeknek. És valószínű, hogy emiatt is nyomatékosította számukra, hogy mennyire fontos, hogy ezeknek a szerencsétlen, kárhozott lelkeknek a szenvedését enyhítsék. És hát aztán utána a szűzanya az egyik jelenésben az első világháború végére is felhívja a figyelmet, hogy közeledik ennek a háborúnak a vége, és hogy imádkozzanak azért, hogy tulajdonképpen, igen, tehát ezt, hogyha a laikus olvasó olvassa, akkor itt a szűzanya azt is akarta mondani, hogy imádkozzunk és mutassunk bűnbánatot azért, hogy ne legyen egy következő világháború, tehát itt próbált figyelmeztetni is a szűzanya bennünket? Hát annál sokkal többre, mert végül is májusban, amikor ezek hat jelenés volt egyébként, májustól októberig tartottak ezek a jelenések, és hát akkor még hírepora nem volt az októberi szocialista forradalomnak, és ő már akkor fölhívta a figyelmet, hogy Oroszországért kell imádkozni, és hogy Oroszországot fölajánlani a szűzanya szeplőtelen szívének. Aztán hát az egy következő a titkokból, ez a második titok, ami Oroszországra vonatkozik, és ezzel kapcsolatban később, amikor már az első két gyerek, tehát a Ferenc és a Jácinta már nem éltek, de a Lucia nővérnek továbbra is voltak jelenések és közlések a Szűz Máriától, és azt kérte, hogy a Szent Atya ajánlja föl Oroszországot és az egész világot Mária szeplőtelen szívének, és hogy az emberek térjenek meg és imádkozzanak, tehát ez a felajánlás akkor nem történt meg. És hát bizony, ezek a jövendőlések, ezek nem azt jelentik, hogy a konkrét jövőt mutatják meg, hanem hogyha az ember nem változtat az életén, a viselkedésén, akkor milyen rossz fog bekövetkezni. És hát aztán azt láttuk, hogy bizony az a sok rossz, amit a második titok elmondott, az be is következett. A harmadik titok a sokáig rejtve maradt a nyilvánosság. Igen, mégis melyik pápa döntött úgy, hogy nem hozza nyilvánosságra annak a titoknak a tartalmát? Hát ez a kezdettől fogva egyik pápa se vállalta be, se a 11., se a 12. Pius pápa. Ők ismerték a titkot, de nem vállalták, hogy nyilvánosságra hozzák, mert sőt, azután a következő 23. János pápa és 6. Pál pápa is úgy gondolta, hogy nem kell a nyilvánosságot ijesztgetni ezzel a nagyon súlyos jövővel.
és aztán a pápai merénylet után, 1981 után döntött úgy a második János Pál pápa, hogy magára ismert tulajdonképpen ebben a... Hogy talán most már, amiről ez a borzasztó jövendülés szól, ezen most már túl vagyunk. De végül is ezek a jövendülések, ezek titkok. Ezek nem egy filmet mutatnak meg, ami valóságban meg fog valósulni. Tehát, hogy most már utólag úgy gondoljuk, hogy talán az mégse csak egy konkrét jelen volt, hanem bizony abban el volt rejtve a jövő is. Tehát, hogy a világ számára ezek a próbatételek még nem fejeződtek be. Az a jelenés is, aminek a mentén végül is többek is, például a napcsodát, tehát a napcsodát láthatták. Tehát sokan nem hittek a szemüknek, sokan nem hitték el például a gyerekeknek is, amit ők maguk elmeséltek. Tehát nagyon sokan kételkedtek egyáltalán ezekben a jelenésekben, hogy ezek megtörténtek, ezek valóban megtörténtek. Hát ez érthető, hogy sokak számára nehézséget jelent, tudnilik, akkor is, amikor már tudtak a tömegek a Mária jelenésekről, és oda mentek, felnőtt emberek nem látták a szűzanyát. És tulajdonképpen ez sokakban egy kérdés is volt, hogy miért van az, tehát hogy... Csak ezek a pásztor gyerekek látták. És ugye köztük is volt különbség, mert például a Ferenc, ő semmit nem hallott abból, amit a szűzanya mondott. Párbeszédben egyedül a Lúcia volt a szűzanyával, ő volt az, aki kérdezett a szűzanyától, és akinek a szűzanya mindig válaszolt, de a Jácinta is hallotta, amit a szűzanya mondott. Szóval, hogy miért van az, hogy csak ezek a kisgyerekek láthatták őt, és erre az volt a válasza, hát ugye akkor még csak bíboros volt Ratzinger, aki később aztán a Benedek pápa lett, hogy azért, mert hogy ezeknek a gyerekeknek még a szíve tiszta volt, és az érzékenysége arra, hogy ezekkel a természet fölötti valóságokkal kapcsolatba lépjenek. Akik ott voltak, azok látták a napcsodát, azt nagyon sokan látták, láttak fényjelenségeket, hallottak hangot, vagy a későbbi években volt sziromeső, a szűzanya közlése nyomán forrást találtak, aminek gyógyító volt a vize, tehát ők csak ilyen közvetett jelenségekbe tapasztalták meg. Itt jön be az, hogy hát ha valaki hisz, akkor elhiszi, és hát ha valakiben nincs meg a hit, akkor nem hiszi el. Talán ez egy jó végszó a következő kérdéshez, hogy mit üzennek számunkra ezek a titkok? Mit üzennek a szűzanya jelenései, mondjuk a ma emberének a számára? Itt tekintette főleg ugye a szomszédságunkban zajló háborúra. És hát egyébként arra a bűnbánati liturgiára, amit március 25-én, amelynek keretében Ferenc pápa is felajánlotta Oroszországot Szűz Mária szeplőtelen szívének. A fatimai Szűz Máriának bizony, nem véletlen, hogy szóval ezeknek a jelenéseknek, vagy akár a jelenések könyvének, vagy akár az evangéliumokban a végidőkről szóló tanításnak nem az az értelme, hogy ijeszkessen bennünket. És nem is egy jövőről szól, hanem hogy itt és most én az életemben mit valósítok meg ebből, amit nekem üzen. Tehát, hogy a mi számunkra azt üzeni, hogy itt és most meg kell tisztítani a szívünket. Mert hogy a szóbeli ima az csak az első lépés a szív imájához, ami a valódi ima, ami az Istennel való kapcsolat. De hogy ez megvalósuljon, ahhoz az kell, hogy megtisztítsuk magunkat, és itt jön az, ami mindig újra és újra elhangzik, hogy bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Mágvegy Éva volt a vendégem, köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk. Köszönöm szépen, hogy a szűzanyáról beszélhettünk.